Idén 20 éves a Bátaszéki Nagy Családosok Egyesülete. Erre a jubileumi alkalomra félnapos programmal visszatekintéssel készült a szervezet vezetősége, tagjainak és pártfogóinak. Az eddig is megrendezett és a helyi családok körében közkedvelt programok folytatását szeretné az Egyesület elnöke. Nagyon sok értéket találtunk a nagycsaládosokban, mert ez egy igazából egy baráti társaság. Igaz, hogy mindenhol több gyerek van, de hát ez ezzel jár együtt, és itt a közösség az, ami fontos számunkra. Vannak rendezvényeink évközben is, van egy májusban gyereknap, kint a Bézikhelymi játszótéren, utána szeptemberben a könyvtárral kooperálva, de ugyanúgy ők is segítenek májusban, illetve a véradások szervezésében, a véradásoknál a lebonyolításban is a nagycsaládosok segítenek, kiírjuk az üzenőfalba, hogy menjenek vért adni. Vannak ilyen, hát ilyen karácsonyi vásárra, meg a húsvétre is szoktunk ilyen kis ajándékokat idézőjelbe gyártani, amit utána úgymond értékesítünk, amikor van, most is lesz a karácsonyi forgatag, ott is ott leszünk, zsíros kenyérrel, meleg teával várjuk a megjelenteket. Tagok azok lehetnek, akik háztartásukban legalább 3 gyermeket nevelnek, vagy neveltek fel, az Egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában. De a megszervezett programok nem csak nekik, hanem minden családnak szólnak. Jelen pillanatban olyan 57-58 tagcsaládunk van, illetve vannak pártoló tagjaink, akiknek ugye nincsen 3 gyermekük, de mivel ők is magukénak érzik a nagycsaládosok szellemiségét, ezért ők is segítenek a rendezvényeknél, illetve van egy kemény maga, aki mindenhol ott van, országos rendezvényeken, régiós rendezvényeken is, akikkel együtt autóval megyünk, jövünk. Most szervezünk kirándulásokat, így szintén nagycsaládosokkal együtt. Voltunk itt idén Erdélybe, jövőre Párkányra szeretnénk eljutni, illetve Magyarországon vannak olyan részek, amiket még mi se láttunk, és majd oda is próbálunk szervezni kirándulásokat. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a gyerekek fejlődéséért tesz nap mint nap az Egyesület, mint hogy a jubileumi programot is több tehetséges fiatal saját produkciójával nyitotta meg. Az Egyesület munkáját Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert is elismerte. Bátaszéknek igen színes civil élete van. Helyi szinten közel 30 aktív szervezet van, de talán az egyik legrégebbi az 1999-ben alakult Nagycsaládosok Egyesülete. Az Egyesület egy szó szerint egy nagy család, hiszen olyan családok alkotják az Egyesület tagságát, akik nagycsaládosok, tehát több gyermeket gondoznak, foglalkoztatnak, nevelnek. Ebből adódóan a hangulat az tényleg családias, már szabad ilyen szójátékot játszani. Nagyon sok terhet levesznek a vállunkról, hiszen azoknak a családoknak a gondját viselik, akik a látókörükben van egyesületi tagként is, vagy adott esetben nem tagok, de mégis tudják, hogy segítségre szorulnak, jól szervezik az adománygyűjtő akciókat, és amellett tényleg egy olyan egyesületi életet élnek, hogy programokkal, rendezvényekkel, kirándulások szervezésével eljutnak az Egyesület tagja olyan helyre, ahol egyébként lehet, hogy önerőből nem tudnának. Tehát azt gondolom, hogy az Egyesület egy olyan fontos szerepet tölt a városunk életébe, ami szinte pótolhatatlan, és hát örülünk, hogy már a 20. esztendeje ezt megteszik, és reméljük, hogy még nagyon sokáig tudják folytatni ezt a tevékenységet. Igen, sokszínű a társadalmi életünk, és ők nem hagyományápolással, nem kultúrápolással foglalkoznak,
hanem a családok mindennapi életét próbálják segíteni, valóban példaértékű az ő munkájuk, és hát szorosan együtt tudunk velük dolgozni, hiszen a gondozási központon belül szociális feladatokat is átvállalnak tőlünk, fontos szerepet tölteni be városunk életében. A polgármester egy emléklap formájában köszönte meg az Egyesület közösségi életéért kifejtett 20 éves munkáját. A rendezvényen elhangzott, 2020-ban sűrű év elé néznek, számos programmal készülnek a bátaszékieknek.